Magyarország egész területén az éjszakai hőmérséklet elérheti és helyenként meg is haladja a mínusz 10 Celsius fokot a Hungaromet szerint. Fülöp Attila gondoskodás politikáért felelős államtitkár a hajlék nélküli és hajlékkal rendelkező, de a fagyveszélynek kitett állampolgárok életének védelme érdekében január 8-án 20 óra és január 13-án 8 óra közötti időtartamra az ország egész területére kiadta a vörös kód figyelmeztetést. A Paks kistérségi Szociális Központ is a vörös kód ideje alatt alkalmazandó protokoll alapján jár el. A vörös kód veszélyjelzés kiadása alatt egy speciális protokoll szerint működik a mi intézményünk is, és valamennyi szociális ellátórendszeri tag. Ez azt jelenti, hogy a nappali melegedőnknél fokozottan várjuk és felkészülünk a hajléktalan személyek ellátására. Jelenleg 13 fő szerepel a szociális központ látókörében, akik rendszeresen igénybe veszik a nappali melegedő szolgáltatásait. A Síp utcai intézmény összesen 10 főt tud fogadni. A vörös kód protokolljába azonban az is beletartozik, hogy krízishelyzetben további férőhelyeket is biztosítsanak. De ez egy egységes, összefüggő szakmai rendszert feltételez. Én javasolni tudom a regionális diszpécser szolgálat megkeresését, tájékoztatását, hogyha bárki olyan hajléktalan személlyel találkozik, akinek az veszélyeztetettségét gondolja. A Dél-Dunántúli regionális diszpécser szolgálat a megfelelő szolgáltatási helyre irányítja a veszélyben levő embert, akiért, ha nem megoldott az utaztatása, krízisautót küldenek. A diszpécser szolgálat nem csak a hajléktalan, hanem az idős, egyedül, nem megfelelő körülmények között élő emberek biztonságba helyezése érdekében is hívható. A kistérségi szociális központ munkatársaira is több munka hárul ilyenkor. Valamennyi szolgáltatásunk területén ilyenkor fokozottan figyelünk arra, hogy a hideg idő miatti veszélyhelyzeteket próbáljuk megelőzni vagy kezelni. Fogadjuk az ilyen irányú jelzéseket is, és aktívan a hajléktalan ellátásban dolgozó kollégák, Pakson például a közterület felügyelettel, vagy akár a rendőrséggel közösen dolgoznak azon, hogy elkerüljük az ilyen veszélyhelyzeteket. Borbás László szerint nincs tudomásuk jelenleg olyan paksiról, akinek az utcán kell töltenie az éjszakát. A vörös kóddal kapcsolatos további információk megtalálhatók a Paks Kistérségi Szociális Központ honlapján.